Gyálon ünnepi Szent Mise előzte meg az augusztus 20-i ünnepséget, ahol a plébániai kormányzó kért áldást a magyar nemzetre. Testvéreim, kérjük az Istent, hogy Szent István király közbenjárására áldja meg nemzetünket. Áld meg mondunk népünk forgalmas munkáját, hogy békében és jó éven éljen. Áld meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvilágoztatásán. Kérünk, kérünk, hallgass meg mindenet. Add, hogy az egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára. Kérünk, kérünk, hallgass meg mindenet. Áld meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát. Kérünk, kérünk, hallgass meg mindenet. Tarts távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenki emberhez méltó életre. Kérünk, kérünk, hallgass meg mindenet. Urunk Istenünk, áld meg nagyasszonyunk és első szent királyunk közbenjárására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A templom téren Osgyáni Mihály színművész szavalt verset, majd a polgármester ünnepi beszédben méltatta Szent István király államalapító tevékenységét. Szent István a magyar történelem egyik legmeghatározóbb egyénisége. A keresztény magyar királyság megalapítása mellett kiépítette a független magyar egyház szervezetet, kibocsátotta az első törvényeket. Szent István királyunk uralkodása alatt Magyarország a keresztény Európa részévé vált, mely mára egy szabad, független, erős, gyarapodó nemzet birtokosa. De mit mond a mai embernek Szent István király neve, intelme? Milyen erkölcsi, morális érdeme van ma Szent István király intézkedéseinek, szellemiségének, kultuszának? Felvettük a kereszténységet, és létrehoztuk egy álomot, amilyenek a 10. században Európában sorra létrejöttek, különben eltűntünk volna a történelem homályába. Szent István vérrel és vassal, de beélesztette hazánkat az európai államok sorába, ennek köszönhető, hogy több mint 1000 éve vagyunk itt, államiságunkat megőrizve a Kárpát-medencébe, a mi otthonunkba, és csak bízhatunk abban, hogy az elkövetkezendő 1000 esztendőben és még tovább így marad. Szent István népének jelentős része ellene volt, azonban mind ennek ellenére kiállt valami mellett, ami sziklaszilárdan hitt, amit jónak tartott, amiért harcolt és küzdött. Fontosnak tartotta a tudást, a tanulást, erről szólnak a fiának írt intelmei is. Nekünk kései utódnak az a rendeltetésünk, hogy megvédelmezzük mindazt, amit Szent István útnak nevezhetünk. Tanuljunk más népektől, ugyanakkor őrizzük meg mindazt, ami a miénk, és adjuk tovább nemzedékről nemzedékre. Nekünk is vállalni kell, hogy teszünk valamit a közösségért, hogy megújítjuk azt, ami esetlegesen elromlott a történelem viharaiban, felvállalunk új dolgokat, és azért keményen küzdünk. Igyekezzünk szebbé tenni mások élepét, építsünk egy kiszámítható, szebb és biztonságosabb jövőt, hogy 1000 év múlva is itt álljon Magyarország. Ha ezt megtesszük, akkor együtt örülhetünk az anyaföld adta javaknak, magyarul fognak beszélni a Kárpát-medencében, magyar népdalokat énekelnek, magyar néptáncot táncolnak. Példaként kell állnia előttünk, ha hiszünk valamiben,
Ha úgy gondoljuk, hogy emberek életét tehetjük jobbá, hiszen tudjuk, hogy igenis a jövő minket igazol. Az ünneplő közönséget a Gyáli Kaleidoszkóp színpad műsora szórakoztatta. Országunk szent királya, így emlékezünk Istvánra, ki államot alapított, Isten hitre megtanított. Ó, mennyi gond tépte Marta, hogy a népét egyben tartsa. Égi anyánkat felkérte, legyen hazánk védelmére. Sírját 1038-ban felnyitották, magyarok szentté avatták. Azóta a szép szent ünnepen, minden igaz magyar szívében, a haza szeretet lángyalobban, sok-sok szív egyszerre dobban. Fénylő tűzijáték cikázik az égen. Ünnepeljünk mind egyetértésben. Összhang, szeretet járját a szívünk. Széthúzások miatt nem veszíthetünk. Főhajtva megelégedésben, őszinte fogadalmak jegyében, országhatáron kívül és belül, magyar ünnepel, szívből örül. Augustus! Boldog asszony hava, magzata tengernyi. Áldott szavát soha, de kenyerét megszegi. Az ünnepség végén nagy tiszteletű Gyimóti Zsolt református lelkipásztor és dr. Káposztási Béla plébániai kormányzó megáldották az új kenyeret, majd a város polgármestere és alpolgármestere megszegte a kenyeret, aztán a Gyáli Fúvó zenekar műsora alatt meg is osztották azt a helyiekkel. Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink, Pápai Mihály polgármestert, Erős József alpolgármestert, Rozgonyi Erik címzetes főjegyzőt és Gyimesi István nyugalmazott polgármestert, városunk díszpolgárát arra kérem, hogy helyezzék el a város koszorúját Szent István szobránál.